Soroksári vidám favágók ismételten tökéletes hangulatot teremtettek Soroksáron. Ezúttal a jeles alkalom az Erzsébet és Katalin bál volt, aminek a Táncsics adott otthont. A csapatról annak vezetőjével beszélgettünk. 67 éve itt lakom, van ez a vidám favágó társcsoport, ami 15 éves alapító tagja vagyok, és van a soroksári férfi népdarkör, amelyik 25 éves lesz idén, és 10 éve én vezetem. Hogy van az, hogy itt Soroksáron vidám favágók nélkül és a népdalkör nélkül nincsen buli? Hát, mert mi itthon vagyunk, szeretjük nem magunkat, hanem Soroksárt. És miért ne? Hát, ha már ide tartozunk, akkor miért ne vidítsuk fel a helyi közönséget, meg hát ismernek minket, hála Istennek. Van egyébként itt Soroksáron hagyománya az Erzsébet bálnak és Katalin bálnak? Van. Hát most egy pár évig azért kimaradt a dolog, tehát nagyon sok bálnak volt hagyománya. Egyetlen baj van, hogy ugye Soroksár Budapest része, és a fiatalok azok nagyon könnyen bemennek a városba bulizni. De hát remélhetőleg az ilyen jó hangulatú táncestekre, bálokra, szilveszterre az előbb-utóbb visszajönnek, mert érzik azt, hogy ide tartoznak. Tehát ez az egyetlen baja a Soroksárnak, hogy Budapest része, és bármikor be lehet menni a városba, éjszaka haza tudnak jönni. A Dunaharasztin ez egész másképp működik, mert ott azért az már egy zártabb közösség. De itt is azért jól működnek a dolgok, hála Istennek. Tehát vannak hagyományozó csoportok, énekkarok, tánccsoportok, itt is van több is a házban, úgyhogy és működnek, mi is működünk. Nagy szükség van tehát az utánpótlásra. Abszolút, hát a kórusban is kellene egy-két basszus, mármint a férfi népdalkörbe, de hát a tánccsoportban is azért vannak olyan fiatalok, akik bekapcsolódtak, de hát ma is csak 6 pár táncolt, amúgy 8-al szoktunk, de hát ugye van, aki dolgozik, nem ér rá, meg mit tudom én, de működik, hála Istennek, úgyhogy azért van utánpótlás, na, soknak tetszik ez a dolog, nekünk is, 15 éve műveljük. Hétvégén volt egy tánctalálkozó, ahol a 15. jubileumi évfordulókat megtáncoltuk gyakorlatilag. Meghívtunk Dunaharasztiról, meg a helyi tánccsoportokat, meg Kismarosról is voltak itt vendég tánccsoportok, és jól éreztük egymást és magunkat. De hát olyan nagy hírverést nem csináltuk, mert szerények vagyunk, az a helyzet, de én úgy tudom, hogy kb. 250 fellépésen már túl vagyunk. Az összes szüreti felvonulás, meg soroksári ilyen vidám dologba a vidám favágok mindig részt vettek. És ezt nagy örömmel és szívesen csináljuk. Május 1-én mi szoktuk földíszíteni a májusfát, lenne a szigeten, úgyhogy ez abszolút működik. Ameddig még élünk, még csak 67 éves vagyok, az nem van sok. Remélem még vagy 30 évig. Még legalább ennyit, én azt mondom. Igen. A legfontosabb dolog, amiért szervezünk bálokat, az a hagyományőrzése, mégpedig a sváb hagyományok őrzése. Ahogy lehet hallani is a háttérben, sváb kultúrát ápolunk, sváb zenével, sváb polgákkal. Kik lépnek fel itt a mai este során? A mai este során a Pilisvörösváradi Spatzen zenekar lép fel, a megnyitón pedig a soroksári mazsoret tánccsoport lépett föl, utána pedig a soroksári vidámfavágok. Betegszik egy ilyen Erzsébet és Katalin bál egy sváb bállal itt Soroksáron? Hát tartjuk a hagyomány, de egy igazi sváb bálhoz azért nem mérhető. A hangulat ugyanúgy jó, de ez egy kicsit azért kötetlenebb, mint egy sváb bál. Milyen ételeket szolgálnak fel itt a mai este során? Hát
ételeink, most jelen esetben nincs vacsoráztatás, a büfében lehet hideg tálakat enni, francia saláta, krumpli saláta, fasírt, ilyen hideg tálak vannak. Meddig fog tartani a buli? Hát általában egy ilyen bál, ilyen 3-4-ig szokott tartani, embertől és hangulattól függően.